Legkevesebb 13-an meghaltak a New York állambeli Buffalo-ban karácsonykor az Egyesült Államokat sújtó hóvihar miatt. A buffalói mentőszolgálatok elakadtak, akárcsak az utak tisztításáért felelős munkagépek. A városban helyenként 2,5 méteres hótorlaszok alakultak ki. Az 5 napja tartó vihar eddig legkevesebb 34 áldozatot követelt az ország keleti részén, valamint több százezer háztartás maradt áram nélkül. Többeknek el kellett halasztaniuk a karácsonyi időszakra tervezett utazásukat, mert az évtizedek óta nem látott vihar miatt a légitársaságoknak csaknem 11 000 járatot kellett törölniük. New York állam kormányzója a buffalói helyzetet még a rosszabbnál is rosszabbnak nevezte. Háború van, az anyatermészettel háborúzunk, és amit csak lehet bevet, csütörtök este óta még most, karácsony reggel is. A vihar a legpusztítóbbként vonul be Buffalo történelmébe, ami már sok csatát megnyert és sok vihart legyőzött, fogalmazott Kathy Hocsul. Közben Florida államban a hirtelen jött hideg idő miatt a fákon élő iguánák megfagyva az úttestre esnek. Ha a hüllőket békén hagyják, a legtöbb esetben az idő enyhülésével kiolvadnak és túlélik az esést.